Csak nem teljes létszámban megjelentek az Egerés térsége TDM tagjai éves közgyűlésükön. A pénzügyi beszámoló elfogadása után a szakmai beszámoló következett. Ebben szó volt arról, több kampányban is részt vettek, népszerűsítették Egerés térsége értékeit külföldön is, így Lengyelországban és Németországban. Itthon bemutatkoztak a Családbarát magazinban. 2015-höz képest is nőtt a vendégészakák száma, több mint 1,2 millió éjszakát töltöttek itt a turisták tavaly. Amire büszkék vagyunk, hogy 2015-höz képest több mint 100 000-re sikerült a vendégészakák számát növelni ebben a térségben. Kiemelkedő volt természetesen Eger teljesítménye és a Gyógyüzekvölgye teljesítménye. Arra törekednek, hogy a vendégek elégedettebbek legyenek és több vendégészakát töltsenek el itt. Eger térségéről egy információs térkép készül. Ez segít abban, hogy mit érdemes felkeresni, meglátogatni. Új arculattal jelennek meg, a honlapjuk is ezt tükrözi. Az információk a honlapon már angolul is olvashatók, a szállások is megtekinthetők. Új logót is alkottak, ez az összetettséget és az egységet ábrázolja. Összetett a térség, hiszen vannak tagjai Mezőkövesden és Szihalomban, Bogácson, Szilvásváradon és a Gyógyvizek völgyében, Bükszéken. Új tag jelentkezett a TDM-hez, Noszvaj. Az ő felvételükről is döntött az Egyesület közgyűlése.